mindenkinek sziasztok, én Budi vagyok. Na most, megyünk lesz Székesfehérvárra, de déliből indultunk, vonattal haladunk szépen lassan, apránként. Nagyon meleg van, itt van nyárnak a véget felé, de mindig 50 fok van. A pólómat meg örülök, hogy hoztam váltó pólót, mert konkrétan olyan érdésem volt, hogyha vízből mosottam volna ki, na de semmi probléma. Viszont megyünk a jégre csúszkálni a magyar válogatottal, a magyar csapattal, és ki is fogjuk magunkat próbálni a T-középpel, itt vannak amúgy. Ki fogjuk magunkat próbálni, hogy milyenek vagyunk a hoki ütővel a kezünkbe. Szerintem annyit fogunk elesni, amennyit még soha életünkben, illetve a legelső könnyék combcsont törésemet most fogom összeszedni, úgyhogy ez is meg lesz örökítve. Na mindegy, srácok, úgyhogy úton vagyunk a Székesfehérvárra és a válogatottal játszani, úgyhogy én nagyon izgatott vagyok, és a T-közepes srácok a pedigóra nagyon szeretném látni, mivel itt iszett jó fejek. Na mindegy, húzunk lefelé, és megpróbálunk azért épségben hazatérni. Na, nézzük is utat. Na, hát hiszitek vagy sem, megérkeztem ide Székesfehérvárra. Konkrétan a leszállásra meg kell kérdeznem, hogy tudja, hogy jó helyen vagyok-e. Nem nagyon jártam még errefele. Na mindegy, haladok kifelé, és emberes ikont itt lesz a Sári, aki a livestreamjeimet szokta nézni, illetve nagyon régi követőm, hogy ökiről van szó. Úgyhogy most meg kell találnom őt. Na, úgyhogy itt Székesfehérvár. Na mindegy, nagyon-nagyon várom már, hogy jég közelben legyek, mert nem akarok hülyeséget mondani, szerintem leolvad az arcomról, a bőr is olyan meleg van. Na mindegy, ezt véletében amúgy baromi jó idő van, egy nyavajás felhő nincsen a bárányokon kívül az égen, úgyhogy eléggé vagánka. Sziasztok! Na mindegy, úgyhogy úton vagyunk, aztán remélhetősíkon jól fogunk szórakozni. Na, ezek jó! Hellóka! Hát meg is érkeztünk, én nekem ugyan még nem nagyon volt lehetőségem kamerát ragadni, miután leszálltam a vonatról, mert konkrétan kapkodtam a levegőt, hogy úristen, itt már több az oxigén, mint a belvárosban. Na mindegy, úgyhogy ez még hozzá kellett szoknom. Viszont a srácok le is csaptak rám teljes mértékben, most érkeztünk meg ide a jégcsarnokba, illetve Sári, és a T-közép gárdája ott van elő, most éppen kupaktanást tartanak, hogy éppen milyen úton, módon kínozzanak meg a jégen vagy a jég mögött, hogy bármiféle egyéb úton, módon nyársa szúrjanak. Na mindegy, hogy srácok, nem sokára oda haladunk is befelé, addig nézzünk is egy kicsit körbe. Sziasztok! Na hát konkrétan át is vedlettem, mert olyan érzésem volt, mintha a ruha egybe mált volna a bőrömmel. Itt is vagyunk a jégcsarnoknál. Sapkát lehetünk kivenni. Basszus, ez nem működik. Na mindegy, menjünk be, nézzünk körbe, hogy a srácok milyen ügyesek, vagy éppen mennyire jobbak, mint mi a jégen. Úgyhogy hajrendjünk befelé. Van ez egy szlogen, amit valaki másik, ami idióta kitalált az idő mája, ami teljes mértékben. Ezt nézd meg, mutasd meg a Bimbesz. Lejött a csarnokba, és a Bimbesz. Mert Orbi nem hozott pulóvert. Nem baj, nem lesz ezzel baj. Higgyétek el, higgyétek bennem, imádom a hideget. Jeges medve üzemmód bekapcsolva. Figyeljetek, kaptam egy kölcsönkabátot, ezúttal is köszönöm, mert meghalok olyan
De mondjuk valami akadémiás, vagy mit tudom, csoda. Na mindegy, egy a lényeg. Itt vagyunk, a srácok jelen pillanatban edzést tartanak, és őket nézzük, hogy éppen mit csinálnak. Rendkívül jól mozognak amúgy a jégen. Tehát én olyan flikfakokat tolnék, hogy a combnyaktörést tudnám megmutatni maximum, hogy az mégis milyen. Na mindegy, kicsit körbenézzünk, hogy milyen is itt a hely, megnézzük a seregeket, meg a VIP szekciót, illetve olyan területeket, ahova nem sűrűn lépkednek be emberkék, úgyhogy nézzük is. Első dolga volt bemenni, megkérdezni, kapunk-e valami relikviát, meg ilyenek. Hát gyerekek, kaptunk be ezt. Úgyhogy ez gyorsan mindjárt főzünk magunkra. Ó, de nézd, micsoda szexi vadállat lett. Az nézd. Keményen, csak keményen. Na ezt magamra fogom én is gyorsan. Mekkora király már. Én is mindig itt edzek a többiek, figyeljenek, itt csúsztak. Én meg lassan fogom hasonlányra magam. Zsigüljemmel együtt. Na, király, öltözünk. Na hát kérjétek, az a baj, hogy nagyon-nagyon nem fogok jól haladszódni, mert menem. Viszont az a búgat kemény, hogy ez tudom, az előbb labdát mondtam a kurongra. Tudom, már itt van Benni. Megígyeztem. Az a durva amúgy, hogy ez is tartott a srácok, és itt a kis padeszka mögött, ott. Van egy kis tablet, amin mindenkinek a szívritmusa, fáradtsági szintje és mi egymás fel van írva, és konkrétan mindenkinek lehet látni, hogy mennyire van elfáradva, így is nézve azzal, hogy mennyire hasznos a napi edzés, illetve hogy mennyire van jó formában vagy kondiban az illető. Ez szerintem mind a durva dolog, mert így lehet nézni azt, hogy például mit kéne egy meccsek az elején, mondjuk valaki tök hasznos, de a végére meg elfárad, akkor nyilván a vége felé már célni kell. Ez szerintem egy baromi dolog. Na mindegy, hogy az én mutatómmal van biztos, hogy konkrétan 6 perc után a nullára csökkenne. Én nem mennék egy hasznos játékos, mert ez meg ugyanis is vagyok, úgyhogy mindegy. Na jó van, nézzük is egy. Még nem kezdtem el lenni. Na hát üdv nektek, sziasztok! Jó. Na üdv nektek, sziasztok földlakók! Na, itt vagyunk már a jég mellett, a srácok már itt játszanak ezerrel, figyeljetek, nézzük meg, hogy éppen hogy csúszkálnak a jégen. Látjátok, ott vannak mögöttem a srácok, már edzenek vadul. Viszont srácokat mindenféleképpen hozzá kell tennem. Kaptunk ugye egy ilyen messzt, amit már az előbb be is futottam, illetve most van egy ilyen csiptetős mikrofon a nyakamnál, mert konkrétan ezeknek a csapkodásától semmit nem lehetne hallani, illetve kaptunk egy kölcsönütőt, ami nem tudom, hogy számomra mennyire lesz használható, szerintem semennyire, mert előbb fogok ezzel hasra esni és támasztékbotnak használni így, mint rendes ütőnek. Nem értek hozzá. Na viszont egy biztos, fel fog menni a jégre, szét fogok csúszkálni, ebben biztos vagyok, viszont nem hiszem, hogy nagyon stabil leszek a jégem. De tényleg, higgyétek el, srácok, nem hozok rátok szégyent, bízzatok bennem. Igyekszem a legtöbbet kihozni magamból és a jégből, amennyit képes vagyok, mert a mögöttem lévő srácok iszonyatosan ügyesen tolják itt az itinert. Ja és igen, megkaptam, hogy mekkora gáz vagyok már, hogy labdának hívtam a korongot. Na mindegy, úgyhogy ténylegesen elnézést kérek minden egyes hoki rajongótól, a korong, nem a labda, a korong. Na mindegy, úgyhogy srácok, megyünk fel a jégre. A Nimbus 2000-esre azonnal suhanunk is fölfele, és nézzük is, hogy mennyire vagyunk bénák, vagy éppen kevésbé bénák. Úgyhogy végre fel! Tökéletesen jó az. Na szóval srácok, köszönjük szépen a figyelmet. Itt voltunk a Székesfehérváron megnézni, hogy hogyan edzenek a srácok. Durván teljesítenek a jégen, tehát amikor azt hiszed, hogy te majd ott felmész hülyéskedni meg ilyenek, aztán meglátod, hogy ők hogyan ütik a... Korongot! Akkor így az összes létező bátorság, meg az összes létező vasember momentum az benned megszűnik. Úgyhogy nagyon ügyesek voltak, ámulattal néztük őket. Te hogy érzed? Hát figyelj, ez egy egészen érdekes inside dolog volt. Ugye a technikánk az bánta is. Igen. Egy GoPro-t a srácok széttörtek, de azzal a felvezetéssel adtam oda, hogy ez egy 3-es GoPro, ez lehet. Jó, persze, hát azért gyerekek, kapura lövés, mondom, tök jó lesz az a felvétel. Én távolról néztem, mondom, csak nem lesz baja. Ötödik ötés vagy hatodik? Hát kb. Valami ilyesmi, telibe találták. Hát az a felvétel, meg majd kiderül, hogy jó lesz-e. Na mindegy, úgyhogy viszont ha igen, akkor ez egy jó felvétel, csak hát egy kamera bánta. Na mindegy, úgyhogy tényleg lehetőségünk szerint próbáltuk a lehető legjobban megmutatni, hogy ezek mégis mit művelnek a jégen.
Hát én nem lennék rá képes. Én egyébként külön örülök, hogy te, mint egy gamer, ellátogattál egy ilyen real sport centrumba, egy központba, egy jégcsarnokba, és tényleg húsvér módjára is fölléptél, és nem csak az NHL 18-ba csapatod, hanem igenis feljöttél a végre. Srácok, hiszetek vagy sem, ütővel nem nagyon lőttem kapura. Viszont... Hoztak, ez tény és való. Nagyon bénának éreztem magam. Tehát az, amikor ott áll mellettem három olyan legény, aki már vagy 38 éve áll a jégen, nem tudom mióta tényleg, de csúszik. Körülbelül annyira, tehát ránéztem, és így konkrétan balettoztak a jégen. Tehát volt olyan jelenet náluk, amikor letették a kesztyűt a földre, és így csak szimplán megkezdtek így körbe-körbe pörögni. Egy ilyen tenyérnyi részen. Brutál. És hát gyerekek, ez nem normális, vagyis, de nekik igen, nekem nem. És nem tudom, hogy tudtad, hogy ebben a sportban legális a verekedés. Én nagyon helyes. Férfi sport. Csak könnyékkel meg térdel. Igen. De még bemegyünk az öltözőbe is. Azt meghagyom neked a fiúk nézését. Nem, fiúk nem lesznek benne, csak azt mondták, hogy be kell szagolnunk egy hoki öltözőbe. Állítólag sejem út. A legdurvább parizer sajta megfogadásra. Az összes ámbra a parfümökből itt lesz, azt mondják. Na, az jó félrefajta. Na mindegy, hogy srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ha tetszett nektek a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel hozzám, illetve a T-közepet pedig csekkoljátok le, ha hasonló videókat szeretnétek. Köszönjük szépen a figyelmet még egyszer. Sziasztok! Szevasztok! Egy perc még. Ja, és amúgy fél pillanatnyi, mert az a baj, hogy annyira itt örjöngünk itt egymagunkba, hogy el is felejtettem megmutatni, hogy kaptunk mind a hárman, nem névre szólót, de egy mezt, amit már használtak, és van mezünk, királyság, kicsit nagy. Ebben már öltek embert. Körülbelül igen, meg ástak el hátul lapáttal. De kicsit nagy. De hát nyilván... Ott, be tud alá venni a cuccokat. Igen, mint az amerikai fociban, hogy mindenféle ilyen felszerelést fölpakolják, mint plusz magadra. Gigantikus méretű köszönömet kidobok az egész csapatnak, illetve a székesfehérvári teremnek a pályának. És ne csak B-turbóra és a T-középre dobjatok feliratkozást, hanem kövessétek a székesfehérvári hoki csapatot is Facebookon, stb. Megnézzétek rájuk. A tévében, nagyon király csávú. Ügyesek és amúgy jó fejek mindannyian. Ezt még egyszer köszönöm szépen. Sziasztok! Se tengedjünk be egy kicsit a oda. Baszlél, nagyon ügyes. Jó, én menekülök, mert áldásos az orban lévő nyárban hátja, ami még nem pusztult el.